minket. Tisztelettel kérem Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő urat, Nagykanizsa megyejogú város polgármesterét, köszöntse vendégeinket. Tisztelt miniszterelnök úr, államtitkár urak, tisztelt főigazgató asszony, kedves vendégeink és kedves ünneplő kanizsai polgárok! A mai napon a kórház megújulásának és jelképes átadásának alkalmából érdemes egy pillanatra megállnunk, feltartóztatva az idő forgását és számot vetnünk az elmúlt évek feladataival, megvalósult terveivel, hogy mindebből töltekezve kitűzhessük a közös jövő céljait és a további fejlődésünk lépéseit. A mai nap egy ünnepnap a számunkra, egy olyan pillanat, amikor lehetőségünk van összegezni mindazt, amit eddig megtettünk, hogy az elvégzett munka örömét közösen élhessük át azokkal, akik a munkában segítettek bennünket. Minden közösségnek szüksége van az ünnepre, az identitását megalapozó értékek számbavételére, hogy magabiztossá és büszkévé válhasson, hogy kiállva a világ elé el tudja mondani magáról, hogy honnan jött és mit tervez a jövőben. Ahogy Pilinszky János ékesszólóan megfogalmazta, a valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza a naptárunk. A mai nappal lezáruló kórházi felújítási időszak ennek a körforgásnak jelenti a felfüggesztését, időt hagyva rá, hogy elmondhassuk, mindez a város, a térség és az ország ünnepe is. A városé és a térségé, mivel az itt élő 100 000 ember egészségének, élete jobb minőségének jelent garanciát, egy kórházi megújulás, ami egyben biztonságot, tehát bátrabb, stabilabb jövőképet és terveket eredményez. És ünnep az ország egészének is, hiszen egy újabb, erős bástyája született az egészségügynek. Hozzájárul ahhoz, hogy megmutassa, ez a vidék egy élni akaró közösség, aki hisz a jövőjében és gondoskodik a jelenéről is. Megteremti a feltételeket, kialakítja a kultúrát, 21. századi élet körülményeit, és így tudatja a világgal, hogy felkészült annak fogadására, az új beruházások jövetelére. Mert nem feledhetjük, hogy Nagykanizsa hazánk egyik olyan erős kapuja, amely nyitva áll mindazok előtt, akik polgári hagyományaink értékeit kívánják gyarapítani, ahogy mi magunk is tesszük. Olyan kapuvárosunk és a térség, amely hazánk és a déli mediterrán területek, a tengeri kikötők és Észak-Itália között. Nagykanizsa régiónk déli fővárosa, országhatárok és fővárosok közelségében, kultúrák találkozásában úgy, hogy közben infrastruktúrájában és szellemi értékeiben is gazdag és fejlett. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azt mondhatjuk egyenes derékkal kiállva, hogy a kórház megújulása közös megújulásunk bizonyítéka, amely megkoronázza azt a kitartó munkát, azt a stratégiát, amely az elmúlt éveket jellemezte, és amely elindította térségünket egy hosszú távú fejlődés útján. Ilyen sikernek lehet említeni az elmúlt évek csatorna beruházásának lebonyolítását, a belváros rekonstrukcióját, a városban végrehajtott 100 milliós nagyságrendű vízi közműfejlesztéseket, az intézményi felújításokat, a hulladékdepó fejlesztését, a játszóterek egy részének felújítását és a műfüves pályaépítés, valamint a munkahelyteremtést is. A rengeteg apró lépés, az olykor adódó kellemetlenségek tehát egy szebb és élhető város hoztak létre, amelynek csúcspontja mindegy 4 milliárd forintos beruházással a kórház megújulása, amely jelkép az együttműködésnek. Ezért is szeretném megköszönni a tervezőknek, a kivitelező cégeknek a kiváló szakmai munkájukat. Külön köszönöm az orvosoknak és az ápolóknak, a kórházi dolgozóknak azt a kivételes türelmet és áldozatos munkát, amelyet éveken keresztül tartó építkezések mellett elkötelezettséggel elvégeztek. És természetesen köszönet illeti meg az itt élő embereket is, a kanizsai polgárokat, akik türelmesek voltak, mert tudták, hogy ő értük fejlődik a kórházunk és városunk. És itt köszönöm meg személyesen miniszterelnök úrnak is, és államtitkár uraknak, hogy jelenlétükkel méltóság teljesebbet tettek ezt az ünnepet, és hogy a kormány folyamatosan odafigyelt városunkra, támogatta kivétel nélkül minden nagy beruházásunkat. Az elmúlt években ugyanis több alkalommal kaptunk támogatást, odafigyelés a kormányzattól, amely segítség biztosította Nagykanizsa működését és fejlesztését, és lehetővé tette, hogy a 2013-as és 2014-es városi költségvetés olyan stabil lehessen, ami alapot adhat az új célok kitűzésére és a sikeres továbblépésre.
Ez a támogatás a segítés mellett komoly megbecsülését is jelenti annak a munkának, amit közösen végeztünk, kormányzat, kanizsai emberek és önkormányzat itt a városunkban az elmúlt 4 évben. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! A mai nap tehát egy olyan jelentős nap számunkra, amely méltó az elismerésre és méltó arra is, hogy kihúzva magunkat, büszkén álljunk meg egy pillanatra, és ünnepeljük a közösen megteremtett értékeinket. Mert ne feledjük, nagy álmok, nagy lehetőségek, nagy Kanizsa. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Tisztelettel felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, mondja el ünnepi beszédét a kórház átadása alkalmából. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, tisztelt kanizsai polgárok! Ahhoz, hogy az ember pontosan el tudja végezni a feladatát, először meg kell határozni a műfajt, amit majd számon kérnek rajta. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert itt most 2 műfaj is keveredik. Van itt egy ünnepélyes átadás, egy felújított kórház épület rendelkezésre bocsátása, illetve az abban résztvevők számára mondandó köszönet a Jóisten felé kifejezendő hálánk és reménységünk, hogy ez a kórház majd jól látja el, jól tölti be küldetését. De közben itt valahol a kamerák háta megett állnak több százan, akik inkább egy választási gyűlésre jöttek el. És ez így helyes, mert akármit is csinálunk, azt a tényt nem tudjuk eltagadni, hogy április 6-án választások is lesznek Magyarországon. Nekem tehát itt most egyszerre kellene 2 műfaj szabályainak eleget tennem. Ez nem fog sikerülni, hanem inkább, ha megengedik, 2 különböző beszédet fogok mondani, türelmüket és megértésüket kérve. Először is szeretném köszönteni azokat, a kanizsai polgárokat, akik azért jöttek el ide, mert úgy érzik, hogy április 6-e egy fontos nap lesz az életükben. Egy fontos nap lesz Magyarország és az ő személyes életükben. Nekik azt szeretném mondani, hogy az elmúlt 4 esztendőben az a kormány, amit bátran és büszkén nevezünk nemzeti kormánynak, azzal töltötte az idejét, azt tartotta a legfontosabb feladatának, hogy megvédje a magyar embereket és megvédje az ő érdekeit. Megvédje a bankokkal szemben, megvédje a nagy rezsicégekkel szemben, és megvédje a brüsszeli bürokratákkal szemben. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelettel jelentem, hogy ez sikerült. Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a kanizsaiaknak, és rajtuk keresztül minden bennünket támogató magyar polgárnak, mert ők meg megvédték a kormányukat. Ahhoz, hogy mi megvédhessük az embereket, ahhoz szükség van arra, hogy az emberek meg megvédjék az ő kormányukat. Ezért hálásak vagyunk és köszönünk minden biztatást, hátbaveregetést, jó szót, imát, egyáltalán minden jó kívánságot, amely az elmúlt 4 esztendőben önök tartották bennünk a lelket, hogy mi is tarthassuk önökben a lelket. Ma csak annyit tudok mondani önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, mert nem tisztem, hogy a saját lovunkat dicsérjem, bár vannak, akik szerint saját magunk dicsérete olyan fontos dolog, hogy nem bízhatjuk másra, ez a vita még nem dőlt el, de akárhogy is nekem most nem az a dolgom, hogy a saját lovunkat dicsérjem, csak annyit szeretnék mondani önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy mindenki láthatta, hogy a szakadék széléről kellett visszarántani Magyarországot. Magyarország az összeomlás szélén állt. Ez sikerült, és ma kellő szerénységgel, kellő alázattal annyit mondhatunk, hogy Magyarország ma jobban teljesít. Hálásak vagyunk mindenkinek, akit köszönet illet ezért, és végülnetünk csak annyit mondanék, miután egy nagy hagyományi polgári városban vagyunk, hogy soli deo gloria. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezek után néhány szót szeretnék szólni a mostani felújított épület átadásáról. Először is arra szeretném emlékeztetni a kanizsaiakat, hogy március 1-től új időszámítás kezdődött Nagykanizsán, mert a kormány a korábban fölhalmozott 6,3 milliárd forintos adósságból a várost teljes egészében kiváltotta. Talán ez az a pont, ahol ismét mondom kellő szerénységed, de azt is megemlíthetem, hogy az elmúlt 4 évben 35 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett ebbe a városba. A kormány tehát elvitt 6,3 milliárdnyi adósságot,
és küldött helyette 35 milliárd forintot fejlesztésre. Nagy Kanizsa jó vásárt csinált Magyarország kormányával. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jeles a mostani nap azért is, mert szinte napra pontosan 6 évvel ezelőtt volt Magyarországon egy fontos népszavazás a vizitdíjról és a kórházi napidíjról. És alig, ha ünnepelhetnénk ezt szebb módon, mint a felújított Kanizsai Dorottya kórház átadásával. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az utóbbi 2-3 évben Magyarországon, hála a Jóistennek, szinte szokásossá vált, hogy gyárakat és új üzemegységeket avathatunk föl. Ez így van rendjén, mert 2010-ben azt vállaltuk, hogy talpra fogjuk állítani a magyar gazdaságot. De azt is vállaltuk 2010-ben, hogy az összeomlás szélére sodort magyar egészségügyet meg fogjuk menteni. Ezért különösen örömteli az, hogy ma itt egy kórházat, egy kórház felújítást adhatunk át. Higgyék el nekem, hogy Magyarország újraiparosításának a programja pehelysúlyú mérkőzés volt ahhoz képest, amivel az egészségügy újjászervezése közben szembe kellett néznünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek a kórháznak az átfogó rekonstrukciójára több mint 20 éve nem került sor. Régi tartozást rottunk le azzal, hogy több mint 3,5 milliárd forintos beruházással ezt a kórházat most megújítottuk, és mintegy 200 ezer ember számára lehetővé tettük, hogy az ellátás színvonala javuljon. Ma azt jelenthetem tisztelettel az érdeklődőknek, hogy a fejlesztés eredményeképpen a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható, költséghatékonyan és fenntartható módon működtethető egészségügyi intézmény jött létre. Ezen kívül, mint hallhattuk az igazgató úrtól, további 5 nagyarányú fejlesztés van folyamatban a Kanizsai Dorottya kórházban, köztük olyanok, mint a sürgősségi ellátás vagy a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. Azt is érdemes megemlíteni, hogy nem csak a kórház működésében tudtunk változtatni, hanem a kanizsai mentőállomást is legalább részlegesen felújítottuk, és egy új mentőautót is szolgálatba állítottuk. Arról is meg kell emlékeznem, hogy a kórház működését is konszolidálni kellett, a kórház dolgozói pedig bérfejlesztésre összesen közel 500 millió forintot kaptak tavaly és tavaly előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az a pillanat, amikor fölidézhetjük, hogy ennek a munkának az alapjait együtt teremtettük meg, amikor 2008-ban, azon a bizonyos népszavazáson közösen mondtunk nemet arra, hogy a magyar egészségügyi rendszerből üzletet csináljanak. Nemet mondtunk arra a politikára, amely a magyar emberek ellátásáért felelős intézményeket profitorientált üzleti cégeknek akarta odaadni. Régen volt, sok víz lefolyt azóta a Dunán, de talán még emlékeznek rá, hogy 2007-ben már ott sündörögtek a kormány mögött a befektetőknek álcázott spekulánsok, akik kész tervekkel rendelkeztek a magyar egészségügy teljes privatizációjára. Belegondolni is rossz, mi történt volna velünk, ha a magyar egészségügy az extra profitot kergető spekulánsok kezébe kerül éppen csak egy évvel a válság kirobbanása előtt. Mindannyian jól tudjuk, hogy amikor privatizálták a közműcégeket, az új tulajdonosok annyit kértek tőlünk, amennyit nem szégyeltek. Vagy talán annyit is kértek, amit egyébként szégyeltek. Ha privatizálták volna az egészségügyet, ott is pontosan ugyanez történt volna. Úgy tekintettek a társadalombiztosítást egyébként becsülettel megfizető magyarokra, mint akik csak potyautasok a rendszerben, és arra akartak minket kényszeríteni, hogy vegyünk egyet oda, ahol egyébként bérletes helyünk van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2010-ben azt gondoltam, hogy 4 évvel később az lehet a legjobb hír, amit megoszthatok önökkel, hogy egyetlen kórház sem dőlt be. Ez igaz, de ennél többre futott a Magyarország erejéből. Ennél többről számolhatok be, ennél többet teljesítettünk. A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük, a kórházak adóssága 4 évvel ezelőtt 120 milliárd forint volt, ezt egy negyedével sikerült csökkenteni. Ma Magyarországon több mint 300 milliárd forintot meghaladó fejlesztés történik, és közel 400 egészségügyi fejlesztési program fut az országban, Győrtől Gyuláig, Nagykanizsától Nyíregyházáig, vagy Mohástól éppen Vácig. 22 új mentőállomást építettünk,
és 60 új mentőállomást újítottunk meg. 200 új mentőautót állítottunk szolgálatba. Sikerült megfordítanunk azt a trendet, miszerint az orvosok nagy számban külföldön keresik a boldogulásukat. Még ugyan sokan hagyják el Magyarországot, de már kevesebben mennek el, mint korábban, és a 2009-es szint alá szorítottuk az elvándorlást. Messze vagyunk még attól, hogy versenyre kerhessünk a német, norvég vagy más nyugati fizetésekkel, de a bérrendezés első lépcsőfokait megmásztuk, és valamelyes sikerült, mint egy 100 000 orvos és ápoló helyzetét megkönnyíteni. Itt kell köszönetet mondanom az ebben a kórházban dolgozó orvosoknak és ápolóknak is, akik a nehéz körülmények ellenére is mindig becsülettel tették a dolgukat és szolgálták a betegeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt is szeretném önöknek elmondani, hogy a béremelésekhez és felújításokhoz szükséges forrásokat nem más területekről vontuk el, hanem leginkább a népegészségügyi termékadóból befolyt összegből teremtettük elő, mert azt gondoltuk, hogy aki üzleti hasznot realizál azon, hogy egészségtelen terméket hoz forgalomba, annak szerepet kell vállalni legalább részlegesen abban, hogy meggyógyítsuk azokat a betegeket, akik könnyen lehet, hogy éppen az ő termékeik miatt kerültek az elfogadhatónál rosszabb állapotban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen szó sincs arról, hogy Magyarország hátradőlhetne, hogy a leendő polgármester, leendő képviselő, a leendő parlament és a leendő kormány a lábát lógathatná a következő 4 esztendőbe. Mindenki tisztelettel arra szeretnék kérni, hogy tekintsen vissza a mögöttünk hagyott 4 évre, vegye számba, hogy mit értünk el együtt. Kérem önöket, hogy gondoljanak a rezsicsökkentésre, gondoljanak a munkanélküliség csökkentésére, gondoljanak arra, hogy az inflációt eltüntettük, gondoljanak arra, hogy megindítottuk a gazdasági növekedést, és kérem önöket, hogy gondoljanak a családoknak adott kedvezményekre is. Kétségkívül vannak viták arról, hogy Magyarország milyen eredményeket ért el, és lesznek még viták arról is, hogy milyen eredményeket érhet el. De egy dolog biztos, és ezt egyetlen épp eszű ember, még az ellenzéket támogató magyarok sem vonhatják kétségbe, hogy Magyarország a jövő felé fordult, a maga útját járja, és Magyarországnak ismét van jövője, olyan jövője, amifel őt kizárólag ő saját maga rendelkezik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért arra kérem önöket, hogy ne engedjék, hogy bárki Magyarországot visszafordítsa abba a félhomályos zsákutcába, ahonnan olyan nagy erőket mozgósítva sikerült csak megtalálnunk a kiutat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik a kórház felújításában részt vettek. Szeretném megköszönni az itt dolgozó orvosoknak és nővéreknek, hogy elviselték a felújítással járó felfordulást. Köszönöm a betegeknek a türelmét, köszönöm polgármester úrnak, képviselőtársamnak az elvégzett munkát. Köszönöm, hogy egy olyan várost vezet, amelynek jó szívvel adhat a kormány támogatást, mert pontosan tudja, hogy a pénz oda kerül, ahova kerülnie kell. Szeretnék köszönetet mondani a kórház igazgatójának, akinek a személye garancia volt arra, hogy ez a beruházás értelmes módon valósul meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra kérem önöket, visszatérve az első műfajhoz, hogy utána április 6-án választások lesznek, legyenek kedvesek, legyenek ott a gáton, jöjjenek el, álljanak ki Magyarország jövőjéért. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország!